Hamarosan kezdődik az iskola, és főleg a kisebb gyerekeknél kifejezetten fontos, hogy milyen táskában hordják majd a felszerelést. A megfelelő kiválasztásában idén is Csalami István lesz segítségünkre. Szia István, hát egymásra nézünk, és megállapítjuk, hogy itt az augusztus, ugye? Igen, itt az idő. Mindenkit újra az augusztus tiszteletére. Pakolászni kell, és ahogy mondtam, elsősorban a kisgyerekeknek fontos, talán azért, mert ők még teljesen elvarázsolódnak a tanszerek bűvöletében, főleg, hogyha most mennek iskolába, de azt gondolom, hogy azért gondoljunk arra, hogy bizony az a táska sokszor nagyon nehéz, és nem csak az a fontos, hogy szép legyen, hanem az is, hogy nagyon praktikus. Nos, hát nem tudom, hogy vannak-e most trendek, gondolom igen, de mégis mi az elsődleges? Mit tanácsol a szakértő? Az iskolatáskák általában most már nem maga a táska nehéz. A táskák súlya 1 kiló körül vagy az alatt vannak. Erre nagyon figyelnek a gyártók. Inkább az, hogy könyvvel, füzettel, uzsonnával, palackkal, sok egyéb mindennel megpakoljuk, és akkor utána úgy gondoljuk, hogy ezt a gyerek elbírja, nem bírja el. Azt mondják, hogy a táska súlya természetesen mindennel együtt már a gyermek súlyának maximum az 1/3 lehet. Uh-huh. Ami azért nem kevés, még így sem, mert egy 11-néhány kilós csemeténél az még mindig 3-4-5 kiló is lehet, és sokszor ez esetleg meg is haladja. Gyakorlatilag, bocsáss meg, hogy belevágok, mondtad, hogy maximum 1 kiló lehet egy ilyen táska, akkor szinte ilyen űrkutatásban kialakított vagy kifejlesztett anyagokkal kell dolgozni. Igen, nagyon korszerű, nagyon könnyű anyagokkal dolgoznak, és nagyon strapabíró anyagokkal. Tehát a legkönnyebb táskánk az 850 grammos, 950 és 1 kiló 5 deka például az a táska. Uh-huh. De mondom, a táskák nem ettől válnak nehézét, hanem attól, amit belerakunk. A tudás teszi nehézé a dolgokat. Na hát ugye itt is vannak iskolák, ahol azért mindent nem cipeltetnek haza a gyerekkel, de mégiscsak készüljünk arra, hogy bizony amekkora a táska, az valószínűleg a gyerekünk tele is tömi, sőt, én magam szoktam időnként kirámolni, mert kiderül, hogy még 2 pulóver van az aljára gyömöszölve, meg ez az, amit nem találtunk hétközben, valahol ott lapul a táska mélyén. Nos, hát akkor mindenféle forma, elsősorban a piciknél ugye az ergonomikus kialakítása fontos, hogy széles pántokkal jól simuljanak a kis hátacskájára, aztán hát szinte a szivárvány minden színében lehet válogatni, de úgy látom, hogy különlegességeket is hoztál. Egyrészt itt a szívünknek kedves ez a lila, mert Weekend felirat található rajta, úgyhogy a Weekend híveknek javasoljuk. Aztán van egy nagyon kis cuki rózsaszín, és azok az információk, hogy állítok egy magyar grafikus alkotással díszíti? Igen, ezt a figurát egy magyar grafikus termeszte, mesekönyveket is illusztrál, és ugye megjelent végre, nem kis örömünkre, hogy nem csak a külföldi minták vagy figurák jelennek meg a táskákon, hanem ilyenek is. Nagy népszerűségnek örvend egyébként a gyerekek körébe, ismerik a meséket, és szeretik, tehát elég népszerű. Vissza is szorultak a nemzetközi nagy cégek figurái. Az idei évben sokkal kevesebb ilyen táska és tanszer jelent meg. Az új minták, amik nem köthetők kvázi egyetlen gyártóhoz sem, és szabadon használhatók, az ezen a táskán sok rajta van, a flamingó, az egyszarvú, a láma, tehát ezek a divatos minták most, és hát a gyerekek imádják különböző színben, formában, kialakításban. Ugye sok esetben a táskához passzol a toltartó, illetve más egyéb is. Úgy tudom, hogy például itt ez a táska, bár figyelj, ez már egy IQ-teszt, hogy kell kinyitni, de már sikerült. Ebben például már itt lapul egy sík csomagban egy toltartó is, meg egy tornazsák is. Ugyanazzal a mintával. Van, amikor egyben van, de van, amikor külön-külön is megvásárolható. Na most a nagyobbak azért már szeretik az úgynevezett letisztultabb stílust, úgyhogy gondolom, hogy mindenféle színben. Mi van ezekkel a kis, hát igazándiból azokkal a kisrácokkal, akik nagyon szeretnek kütyűzni, és ilyen különböző youtuberek a példaképeik, esetleg rájuk is gondolta? Igen, tehát ők is találnak olyan egyszínű, egyszerű hátizsákokat, amikbe zsebek vannak kialakítva,
mobiltelefonnak, laptopnak, tabletnek, és ezek valamilyen védelmet is élveznek, a táskának olyan részében vannak elhelyezve, hogy az a táska leesik, akkor valamennyire védje azért a benne lévő, hát sokszor elég drága eszközt. Úgyhogy megtalálják ők is a választékba azt, amit keresnek, csak egy kicsit bogarászni kell, de megtalálják. Hát én azt gondolom, ti föl vagytok készülve mindenféle kívánságra, kérésre, vagy igyekszünk. Akár még be is tudtok szerezni olyasmit, hogyha valaki valami nagyon extrém dologra vágyik. Igen. Na hát köszönjük szépen, és reméljük, hogy nem lesz olyan nehéz ez az iskolatáska, és nem lesznek depisek a gyerekek attól, hogy hamarosan tényleg készülni kell. Sokan várják az iskolát. A nyár, aki letudta a tábort, a nagymamát, a családi nyaralást, onnantól kezdve már egy kicsit magányos, és jó lesz a barátokkal találkozni. Én azt hiszem, hogy nagyon sokak így vannak ezzel. Nosát, így legyen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Kedves nézők, amíg mi elpakoljuk az asztalról ezeket a szuper táskákat, és helyet adunk a következő vendégnek, addig önök hallgassák szeretettel Kovács Miklós bandáját. Egy okleveles lélekbúvárki emberek fejében turkál, látja, hogy az űr van, hogy jobb, ha inkább otthon marad. A tévé előtt és onnan nézi, hogy emberek agyát széttépi a való világ. Új évada, úgy véli ezt, nem túl fasza, próbált is már segíteni. Nem így van ez, nem engedi senki oda őt magához, a kicsi nyers kis tudatához. Az érzelem úgy el van dugva, és olyan mélyre, hogy ő se tudja, hogy mit csináljon önmagával. Hát beszélt egy lélek búvára. Hogy ő se tudja, mit csináljon tényleg, hogyha ez a helyzet minden már és nem rakhat rendelt a fejben. De szép lehet a pohár alja, derítsük ki, hát ha rajta van valami megoldás, hogy rendbe rakják a világot. A megoldás az nem volt rajtad, ami bennük volt, kit akarta az űrt a fejbe, kis időre elég volt az egyelőre. Búvár másiknak zsebében turkál, látja, hogy az űr van, hogy jobb, ha inkább otthon marad. A tévé előtt is onnan nézi, hogy az ő agyát is széttépi a való világ új évada. Hát az nem túl. Egyre népszerűbb a fiatalok körében az extrém sport, például a BMX-ezés, mondhatni újra hódít ez az őrület. Erről beszélgetünk két Újvári Zoltánnal, apával és fiával. Sziasztok, jó estét! Ugye Zoli, te a Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület elnöke vagy, másik Zoli, a fiat pedig vezető rider, illetve hát már bajnok is ebben a műfajban. Mondtad itt nekem az előbb, Zoli, hogy nem esett messze az alma a fájától, én meg arra a hasonlatra jutottam, hogy nem esett messze a lánca, mit tudom én, a kerékpártól. Minden esetre, hát ez tök jó dolog, hogy együtt kerekeztek. Próbált valaha is más dolgot csinálni, mint kerékpározni? Hát csinál is mellette nagyon sok extrém dolgot, de pillanatnyilag most ez a BMX a fő irány neki a sportban. Délután így olvasgattam egy kicsit így a BMX történetéről, és tényleg olyan meglepő, hogy már lassan mondhatnánk, hogy szinte évszázados a sport, és hogy mennyire szerte ágazó, és szerintem valószínűleg azok, akik ezt mívelik, állandóan agyalnak rajta, hogy mit lehetne még valami kis big fangot belevinni. Hát egy picit akkor meséljünk arról, magáról, arról a szenvedéről, vagy arról az irányvonalról, amit ti képviseltek. Ez melyik kategória sokkal? Én egy pár mondatban, és utána átadnám a szót a fiamnak a technikai részéről.
Alapvetően maga a BMX az tulajdonképpen azért nem olyan nagyon régi sportág, különösen Európában és Magyarországon. Ez most kezdi igazából virágkorát élni, már csak azért is, mert 2020-ban olimpiai szám lesz a BMX freestyle először. Volt már BMX cross olimpián, de a BMX freestyle az most fog 2020-ban először megjelenni, tehát ez is azt tükrözi, hogy egy nagyon fiatal sportágat kezdenek el most a világon felkapni, nagyon divatos, nagyon látványos, és pontosan ezért nagyon sok embert vonz ennek a művelése, meg a nézettsége is. A technikai része az alapvetően nagyon nem változott a kezdetek óta, tehát két kerék, kormány, váltó, vagy nincs rajta váltó, vagy van rajta fék, vagy nincs. De igazából az irányzatok azok talán most kezdenek egy kicsit úgy eltérni egymástól, és most már kezdenek kialakulni különböző stílusok, de ezeket inkább a fiam mesélje, mert ebben viszont ő a profi. Mi a legmenőbb stílus, hogy érzed? Hát igazából így a freestyle téren három stílust tudunk megkülönböztetni, az a park, a dirt és a street, hát most ezt kicsit hétköznapi nyelvre lefordítva, a park az, amikor hát általában fából készült ugratókon csinálunk különböző trükköket, szállunk a levegőbe, a dirt, amikor földből készült ugratókon, és a street pedig, amikor igazából utcai stílus, tehát ami az utcán található korlátok, lépcsők, stb. Ezeket kihasználva mutatunk be különböző trükköket. Én személy szerint a parkot képviselem, mert mindig is szerettem magasan repülni a levegőben, és kiskoromtól fogva, mert 3 éves korom óta motocrossoztam, aztán az úgy abba maradt, és utána kezdett a BMX így kifejlődni a saját szemszögemből. Pont az jutott eszembe, hogy te már ugye 3 évesen szelted a levegőt, nyilvánvalóan hát apukád ugye engedte, hogy kibontakozz, de azért nem minden szülő van ezzel így. Hát látva ezeket a mutatványokat, ugye itt Nyíregyházán én volt, hogy kimentem az esélycentrumba, ott van ugye ez a klassz pálya, ahol rollerrel is, meg mindenféle gördeszkával, meg bicajjal is nyomják a fiúk, hát lélegzetelállítóan ügyesek, de amikor valaki mondjuk így beáll a szülei elé, hogy én pont egy ilyen sportot szeretnék űzni, az lehet, hogy egy kicsit elrettentő. Mi kell ahhoz, hogy egy szülő tényleg szabadon engedje a gyerekét próbálkozni? Két gondolat ezzel kapcsolatosan egyébként, hogy a pályáról egy gyors mondatom lenne. Magyarország legnagyobb és legtöbb elemből álló pályarendszere Nyíregyházán van, és ezért igazából Nyíregyházán lesz most a 24-i versenyünk, amit a szövetség is azért választott minket, mert mi vagyunk a legnagyobbak, ráadásul az egyesületünk is. De egyébként visszatérve az első kérdésre, alapvetően a srácoknak, mint amit említettem, egy nagyon divatos és egy nagyon látványos. Ez a freestyle vonal, ez gyakorlatilag a levegőbe szól. Tehát ezek a fiúk állandóan a levegőbe vannak, és aki szereti ezeket az adrenalin dolgos sportokat, azok addig fogják rágni a szülőnek a fülét, én úgy gondolom, amíg, mert hát a gyerekek azért általában elérik azt a szülőnek, amit szeretnének, hogy kijöjjenek a pályára, és kipróbálják magukat. Természetesen megfelelő védőfelszerelésekkel. Nagyon sok szülő egyébként valóban félte a gyerekeket. Azt is alá kell írni, hogy maga a sport nem egy veszélytelen, tehát itt azért tényleg összetörheti az ember magát. Na de nagyon sok türelem és gyakorlással nagyon komoly mutatványokat lehet összehozni. És én úgy gondolom, hogy az első egy-két esés után az, aki kicsit vakmerőbb is, rá fog jönni arra, hogy azért az aszfalt az keményebb, mint amilyennek ők magát gondolja. Hát fiúk, sajnos elfogyott az időnk, viszont szombaton országos verseny, tehát a helyen Nyíregyházán, ahogy említetted, az ország egyik legkülönlegesebb és legnagyobb pályája. Az esélycentrumban hány órára érdemes kimenni? 8 órától lesz a nevezés, 10 óráig tart, és onnantól kezdve gyakorlatilag elindulnak a selejtezék, majd a döntők. Csak BMX-ről lesz szó egyébként, tehát itt most más sportág nem lesz, és ez egy kvalifikált olimpiai
verseny is, tehát itt pontszerzési lehetőséget biztosítanak, vagy biztosítunk a versenyzőknek. Hát köszönjük szépen, lehet, hogy utána nagyon sok szülőnek rojtosra rágják majd a fülét, ha látják ezt a fantasztikus versenyt. Köszönjük, hogy eljöttetek. Kedves nézők, az extrém sporthoz jó zenére is szükségünk lehet, az következik most a Weekend színpadán ismét Kovács Miklós bandája. Elkezdtem érezni, ez a szellem súlya, és hiába áll meg neked minden. Azt sem tudod, hogy mit akarsz, tényleg a fűben nincsen patkány mélyre. Felnézek az égre, és látom a felhők, mindenki szépen lassan felnő. Könnyebb is most már bárkit is szeretni, mint egyedül lenni, és az igazit keresni, vagy az igazat keresni. Te elmentél, én meg itt maradtam, amit elvettem, mindent visszaadtam, ahol összeér a hajl és az élet. Itt várlak téged, itt várlak téged. Üresen, egyedül állok, nem tudom, mire várok, talán nem jön el sem. Inkább indulok haza, indulok haza, inkább indulok haza, indulok haza. Egyszer csak elindulnak az évek, de én még mindig csak várok az örökkére, kiülni együtt a horizont peremére, és csak az egészre. Mindegy, mit ugatnak a kutyák, úgyse tudják a választ, kettőt, hármat, négyet, úgyis mindegy a horizont peremének. Az utolsó darabka fénynek is hiába mondod, hogy félek, ha nemet mondani nem lehet, kezdjünk együtt egy újabb életet. Kezdjük együtt egy újabb életet. Üresen egyedül állok, nem tudom, mire várok, talán nem jön el soha. Inkább indulok haza, indulok haza, inkább indulok haza, indulok haza. És én élveztem minden pillanatot, de én már megint csak egyedül vagyok, üresen állok a földnek a peremén, és szeretnék újra ott lenni az elején, újra az elején. Szeretnék ott lenni, újra az elején. Minden kisfiúban felmerül legalább egyszer, hogy rockstar legyen, vagy tűzoltó. És aki olyan kitartó, mint Kuk János, az akár a Magyar Aranyérdem kereszt katonai tagozatát is megkaphatja. Őt köszöntöm itt a stúdióba. Jó estét kívánok! Nyilvánvalóan ehhez a díjhoz, amelyet most dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke augusztus 20. alkalmából adományozott többek között önnek is, azért egy nagyon-nagyon szép és hosszú pályafutást tudhat az ember maga mögött. De úgy tudom, hogy azért nem volt ez rögtön olyan egyértelmű, hogy tűzoltó lesz önből. A vegyész szakmát áldozta fel, ha lehet ezt mondani. Igen, igen. Tehát 1986-ban egy érdekes módon egy újságkihirdetés alapján jelentkeztem a tűzoltóságra. Meglátom egy Magyarországban egy újságkihirdetést, hogy katonaviselt, felsőfokú végzettséggel rendelkező ember keresnek tűzoltó tisztibeosztásba. Jelentkeztem és megfeleltem, tehát 86. július 1-ével kerültem felvételre. Azóta tűzoltóságon dolgozom, hatósági részen folyamatosan. Ezt a munkát tanultam, azóta ezt végzem, és ezt szeretem csinálni. De ahogy kezdtem, akkor valószínűleg azért önben is ott volt valahol gyerekkorában, hogy ez egy izgalmas, szinte minden kisfiú átesik ugye a tűzoltó rajongó korszakon, aztán hát mégiscsak nagyon kevesen lesznek annyira elszántak, hogy ezt persze, a pályát választják. Persze, tehát ez bennem is felmerült kisgyerekként, de ez mondom, ez 86-ban véletlen folytán jött ez a választásom, és ez sikerült, tehát ez úgy érzem, hogy egy jó választás volt az életemben ez a pályafutás. Mi volt az ön számára a legnagyobb kihívás akkor, amikor ezt a pályát választotta? Hát a tűzoltóságnál lényegben, vagy hatósági munkára kerestek akkor embereket, 86 környékén, és ezt a munkát akartam végezni. Ez elég összetett munka, ez a hatósági tevékenység. Szépsége abban van, hogy nincs két egyforma nap.
Tehát minden nap más hatóság eljárás vannak, más hatóság ügyek vannak, tehát más kihívások elé kell állni, más engedélyeket kell kiadnunk. Tehát nem egy monoton munka, minden nap újat kell tanulnunk, és a jogszabály változások meg is követelik ezt a folyamatos tanulást, és ez szépé teszi ezt a szakmát. Úgy gondolom, hogy azért így mondjuk csak az elmúlt 30 évet, hogyha áttekintjük, akkor voltak nagyon emelkedett és biztos nagyon nehéz pillanatok is. Mi volt az, amire mondjuk a legnagyobb örömmel, vagy tényleg a legmelegebb szívvel emlékszik vissza, amik mindenképpen érdekes hát, pillanatok voltak? Nagyon nagy eredmény volt a pályafutásomban 1988-ban, tehát a felszerelésem követő 2 éven belül, akkor rendezték az első országos tűzidőn vetélkedőt a hivatásos állományok részére. Ez megyénként 3 fő csapatokat jelentett, és ezt Szabolcs-Szatmár-Berény megye megnyerte, én is tagja voltam ennek a csapatnak, tehát ez nagyon felemelő érzés volt 2 éves tűzoltóként egy országos verseny megnyerni, és ez kihívta az előjáromba is a megbecsülést, tehát akkor is úgy érezték, hogy tehát van bennem kurázsi, tehát ezt a szakmát el tudom végezni. Egyébként így összehasonlítva a nyíregyházi tűzoltóállomást, illetve a kollégáit az ország többi pontján tevékenykedő tűzoltókkal lehet valamilyen rangsort, vagy nem is tudom, minőségi szintet felállítani? Hol állunk? A Szabolcs-Szatmár-Berény megyei tűzoltóságot, most katasztrófavédelmi igazgatóságot az ország legjobbjai között említik az előjárók. Erre úgy érzem, rá is szolgál az egész igazgatóság, tehát ez minden értekezleten, minden értékelésen így van beállítva, hogy a megyei tűzoltósága az élen járó minden szakterületen az országban. Egy kicsit beszéljünk erről a díjról, erről az elismerésről. Meglepetés volt ez az ön számára, vagy azért ezt már úgy lehetett sejteni? De ez teljesen meglepetés volt, tehát egy e-mailt kaptam a díjjal kapcsolatban, hogy elfogadom a díjat, természetesen igen mondtam rá. Akkor ezt jelentettem az előjáróimnak, és akkor tudtam meg, hogy erre a díjra engem felterjesztettek, tehát ez meglepetés volt, és tehát nagyon örültem nekinek az elismerésnek. Nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy bizalom is. Egyébként ki az, aki fölterjeszti a későbbi díjazott? Hát a közvetlen vezetőm az igazgatóhelyettes, Nagy József Ezüles úr, és ugye igazgatóron keresztül az OKF keresztül is, egy minisztrum terjeszti fel, így a köztársaság elnöknek jóvágyásra. Gondolom, hogy ez a kollégái számára is egyfajta példa, hiszen nagyszerű dolog olyan vezetők között dolgozni, akik valóban ilyen elismeréseket kapnak. Nem tudom, hogy ilyenkor van-e számvetés, vagy van-e arról elképzelés, hogy hogyan tovább, hová lehet még mondjuk szakmailag tovább fejlődni? Hát szakmai fejlődés az folyamatos. Mert a jogszabályok változnak, mindig újabb kihívások elő kell néznünk, tehát megállni nem lehet, folyamatosan kell fejlődnünk. Elmondottam, a kollégáim is nagyon képzettek, tehát az én sikerem az ő sikerükben is benne van lényegében, tehát nekik is köszönhetem ezt az elismerést, és ők is minden helyzetben helyt állnak, és folyamatosan fejlődnek ők is az élettel, jogszabályokkal, és lényegében megoldunk minden problémát közösen, ami szükséges a sikerhez. Én azt gondolom, hogy a laikusok szemében a tűzoltók mindig hősök. Nem tudom, hogy milyen a napi visszajelzés, vagy a lakosság részéről, mik a legpozitívabb megjegyzések, milyen a hozzáállásunk nekünk, megyeieknek, az ön kollégáihoz. Hát a tűzoltók valóban megbecsülés szempontjából élni járnak az országban. Ezt mi érezzük, hogyha ha bárhol elmenjünk a átadásra, megjelenünk egy ellenőrzésen, tehát olyan úgy állnak hozzánk, hogy szeretnek minket. Nem a hatóságot látják elsősorban bennünk, hanem a segítőkészséget, és mi ezt hatósági tevékenységünk során is alkalmazzuk, hogy nem a büntetés a elsőleges cél, hanem a konzultációs foglalkozás, tehát konzultációkon megbeszélni a dolgokat, rávezetni az állampolgárokat, a beruházókat arra, hogy milyen követelmények kell megfelelniük, és a bírságot csak nagyon végső esetben szoktuk alkalmazni, tehát mindig inkább a rábeszélés, a konzultációs jellegű megbeszélések az elsőlegesek. Kedves János, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és szívből gratulálunk valamennyi néző nevében is. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Adásunkat most is visszanézhetik a Kölcsei Televízió magazinok YouTube csatornán. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor foglalkozunk majd egy kicsit a Vidor Fesztivállal, méghozzá olyan vendéggel, aki nélkül ma már elképzelhetetlen ez a fesztivál, hogy kiről is van szó, az egyelőre maradjon titok. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!